Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Ahogy lehet látni, a törlés és visszaállítás lesz a mai téma. Egyetlen egy jelvet szeretnék mindenkivel megosztani. A törlés legyen végleges törlés. Azaz, ahogy Kádár János mondta, a krumplileves az legyen krumplileves. Ha én ki szeretnék törölni valamit, akkor az én tudatos döntésem legyen az, hogy azt véglegesen, teljes hatásfokkal eltüntessem a merevelemezről. Véleményem szerint az egyéb megoldásoknak nincs helye a Linuxon. Miért? Mert ha valamit törölni akarok, azt tudom, hogy miért akarom törölni, arra már nekem szükségem nincs, és nehogy már vissza lehessen állítani. Igen ám, de nagyon sok rendszer, illetve megoldás úgy működik, hogy arra ez nem teljesen igaz, illetve előfordulhat az, hogy a végleges törlési parancsok, tehát a teljes eltüntetési parancsok nem minden esetben ideálisak. Azaz, aki bizonytalan, kezdő, vagy többször járt úgy, hogy olyat törölt ki, amire nincs szüksége, és azt szerette volna visszaállítani, az bizony óvatosan bánjon ezzel a bemutatott parancsal. Illetve be fogom mutatni azt is, hogyan lehet visszaállítani egy normál törlési parancsal, tehát az RM-mel, vagy fájlkezelőben kitörölt fájlokat hogyan tudunk visszarakni, visszaállítani. Azaz két irányba fogunk elmenni a mai nap. Az egyik irány az, hogy hogyan törlünk. A törlés a Linux alatt gyakorlatilag nem törlés, hanem a legtöbb esetben csak kap egy bejegyzést a fájl, hogy ő bizony ki van törölve. Illetve még van ennél egy kevésbé törlő parancs, amit fájlkezelők az utóbbi 10-20 éve nagyon előszeretettel használják, a kuka módszert. Mi is az a kuka módszer? Rákattintasz fájlkezelőbe az adott fájlra, és rányomsz a Del gombra, vagy akármelyik ikont kiválasztod, ami erre rendeltetett, és kitörli, úgy látszik, kitörli azt a fájlt, azaz eltűnik onnél. De létrehoz egy trash, azaz kuka nevű mappát, ami legtöbb esetben rejtett mappa, és abba másolja át. Ez számunkra nagyon jó, hogyha vissza szeretnénk állítani, akkor valamilyen megoldással vagy oda megyünk a kukához, kijelöljük az adott fájlt, és rákattintunk, és előjön egy olyan menü, hogy a fájl visszaállítása, vagy bemegyünk a kuka mappába, és egyszerűen fogjuk és kimásoljuk azt a fájlt. Nem mindegyik fájlkezelő dolgozik így, tehát erre nagyon figyeljünk, ez egy általános dolog, hogy vannak kukás megoldások, ezeket én, ahol lehet, le is tiltom a saját gépemen, hiszen egy nagy biztonságérés az, hogyha én ki akarok törölni egy kényesebb dokumentumot, rákattintok, kiírja, hogy Dell, igen, igen, szeretném törölni, aztán átpakolja egy másik könyvtárba. Nem igazán megfelelő számomra ez, hogy visszaállítható. Itt a törlés valóban csak átmozgatás egy másik mappába, így a visszaállítása egyszerű. Ennek a hátránya, hogy az állomány megmarad és hozzáférhető, illetve ami ennél kényelmetlenebb helyet is foglal. Természetesen tudom, hogy vannak olyan fájlkezelők, illetve vannak olyan disztribúciók, ahol a megoldás az, hogy megadod, hogy mekkora lehet a kuka maximális mérete, és XYZ idő, nap, hónap után ő automatikusan törölje. Tehát vannak áthidaló megoldások, de ezek nem helyettesítik azt a gondolatot, hogy amit én ki szeretnék törölni, az ki legyen törölve, mert számomra az már nem kell, és előfordulhat az, hogy valóban nem szeretném azt, hogy az valaki által egyszerű módszerrel, megmutatom azt az egyszerű módszert, visszaállítható legyen. Azaz, ez a kukás megoldás van, de számomra nem megfelelő. A törlés parancsot már ismeritek, hiszen volt már arról szó, hogy hogyan készítünk vagy törlünk ki egy állományt a Linux alatt, azaz RM kötőjel F vagy egyéb megoldás, és a fájl nevét szépen begépeled, ez a legelterjedtebb. Ez nagyon jó, ő már nem paklásza bele a kukába, hanem letörli a fájt, illetve hát nem is igaz, hogy letörli, de legalább nem másolja át egy biztonságosabbnak gondolt helyre, ott biztosan majd vissza lehessen állítani, csak töröltnek jelöli be a fájt, tehát kap egy jelzés, hogy ott az a szektor, az a hely.
hát bizony felszabadítható, de nem tünteti el a fájt, saját magát, amíg abba a szektorba, abba a blogba nem kerül írásra egy másik, amivel felül írod, odáig bizony ezt a későbbiekben bemutatott módszerrel vissza lehet állítani. Ez már sokkal biztonságosabb, mint az előzőekben bemutatott, illetve hát csak elmondtam, mert tehát a kuka használatát szerintem mindenki, aki Windowsról jött, még ő is ismeri. Szóval gyakorlatilag ez egy kényelmes, jó és egy közepes biztonsági szintet adó megoldás. Ez az átmenet. Biztonságos, mert egyszerű módszerrel nem lehet visszaállítani, de aki egy kicsit ért a Linuxhoz és még nem írta felül ezt a fájlt, odáig vissza lehet állítani, tehát itt a kecske is jól lakik egy picit, meg a káposztából is marad egy kicsi. A másik megoldás, amit én szoktam javasolni, hogyha kényesebb adatok vannak, a Shred nevű parancs. Ez alapparancs, bent van a Linuxban, tehát ezt nem kell telepítened, és érdekes módon, hogy az RM-ről, mind a törlési parancsról mindenhol van szó, és mindig emlegetik, de a Shred parancsot hát egy kicsit olyan háttérbe teszik. Talán azért, mert most már sok olyan is használja a Linuxot, aki megszokta a Windows alatt a kukás megoldást, meg a végleges törléstől. Egy kicsit védik az embereket, hogy azért, hogyha már lehet, visszaállíthassa az állományát. De én még mindig azt mondom, hogy a törlés gomb nem azért van, hogy morzézzünk vele és ütögessük, hanem azért van, hogy azt töröljük ki, ami számunkra már véglegesen nem kell, azaz törlés gomb előtt mindig nézzük meg, mind az RM beírása előtt, mindig nézzük meg, hogy az valóban nem kell-e, vagy tegyük el egy másik könyvtárba, esetleg egy archív könyvtárba, tömörítsük össze, hogyha bizonytalanok vagyunk abba, hogy kell-e. Oké, tehát a Shred parancsal teljesen tudjuk törölgetni véglegesen az állományainkat. A Shred parancs első körben, csak úgy maga, hogy beírod, hogy Shred és fájnév, nem töröl, hanem trükközi. Hát van egy állomány, amiben van egy szöveg, az anyám tyúkja első két verszaka, és hogyha én ezt a Shred parancsal eltüntetni, vagy valamit akarok vele csinálni, akkor alapesetben nem tünteti el, hanem ott marad az állomány, és mindjárt megnézzük, hogy mit fog vele csinálni. Természetesen egy másik kapcsolóval, az U kapcsolóval le is tudod töröltetni, de az alábbi trükköt, az alábbi lehetőséget mindenképp érdemes megismerni, mert ez az egyik legjobb megoldás. Nézzük is meg, hogyan működik ez a megoldás. Ahogy látni, létrehoztam egy állományt, nézzük is meg, mi van benne. Grafikus felületen dolgozok, így kényelmesebb és jobban átlátható. Ej, mi a kőtyúk anyókent. Be is csukjuk ezt. És nyitunk ide helyben egy terminált, és beírjuk, hogy pöty, per, és egy tabbal előhívjuk az egy darab fájlt, tehát ott van a mintafájlunk. Hát mit szeretnénk vele csinálni? Shred parancsot adjuk ki minden kapcsoló nélkül. Ezt még lehet fokozni. Írtam róla egy cikket, vagy olvassátok el a Shred manuálját, helpjét. Ezt még lehet fokozni. Most egyetlen egy gondolatot teszünk, zagyvásítjuk a verset úgy, ahogy kell, hogy ez bizony vissza ne lehessen állítani. Shred, a fájnév megvan adva, pötty, és ennyi. Mi történt? Csukjuk be a terminálunkat, bár nem feltétlenül kell, mert a cat nevű parancsal ki tudjuk listáztani, de hát hogyha már előbb mással néztük meg, nehogy azt higgyétek, hogy a cattel valami hülyeséggel megfelelő kapcsolókkal jól összekavartam a dolgokat. Nem, nézzük meg, rákattintunk, és mit látunk? Na hát, legyetek szívesek ezt a verset memorizálni. Ilyen zagyva állományt készített, azaz úgy megoldotta a titkosítását, törlését, hogy összezagyválta a karaktereket, mindenféle random vacakkal feltöltötte, és hogyha ezek után te akár a Shreddel, akár az RM-mel, vagy akár a fájkezelőt kuka megoldásos törlésével kitörlöd, és jön a gonosz hacker és feltöri a te atomkódjaidat, ami mondjuk az anyám tyúkja volt, bizony, ezt fogja kapni. Ez nagyon-nagyon nagy biztonsággal kitörli az információt. Tehát nem csak a fájt törli el, nem csak azt tünteti el, ami visszaállítható.
ha még felül nincs írva az a szektor, azaz az a rész, odáig bizony megszerezheti, visszaállíthatja. És mit kap? Egy csomó zagyva karaktert. Tehát a biztonság technikában az első gondolat az, hogy a nem kívánt, eltörlendő, kivégzendő, eltüntetendő információkat tüntessük is véglegesen el. A Shred ebbe segít. Ahogy mondtam, van olyan kapcsolója, van olyan lehetősége, hogy nem csak egyszer, hanem 10-szer, 20-szor, 30-szor is összezagyválsítja egymás után a karaktereket, és utána 101%, hogy abból vissza nem fogjátok nyerni az anyám tyúkja első kettő darab verszakát, igaz? Tehát ez még maga az, hogy csak így adod ki, hogy Shred, fájnév, és szétkutyulod a karaktereket, nem csak szövegnél lehet, de szövegnél feltűnőbb. Szövegnél egyértelműen látod, hogy itt valami kutyulás történt, akkor bizony eltünteted azt az információt, amit te törölni akarsz, és utána, ha letöröd, akár a Shreddel, akár az RM-mel, akármivel, utána már az adataid 101%-osan biztonságban vannak. Azaz, gondoljátok át, ezt szokjuk meg, hogy bizony, ami információt, fontosabb információt tartalmaz, és el akarod tüntetni, ezzel viszonylag egyszerűen megoldható. Ez volt az a gondolat, amit mindenképp érdemes magadévá tenni a törlés területén. A legrosszabb, ami történhet egy felhasználóval, hogy az adatait nagybőszülten kitörli, erre figyeljünk, és próbálkozzunk meg arra a gondolatiségre jutni, hogy a törlés az egy végleges dolog, és használjunk végleges törlési parancsot, és tudjuk, hogy utána soha azt visszaállítani nem tudjuk, így egy tudatos felhasználó nem törölgeti ki az állományokat, csak akkor, ha ténylegesen tudja, hogy ő neki arra bizony nincs szükség, és ha tudja azt, hogy nem lehet visszaállítani, mert ő egy biztonságos, mondjuk a Shred törlési parancsot használja, és azt nem lehet visszaállítani, akkor már nem fogja elkövetni azt a hibát, hogy nyomkodja a del gombot, mint a morzés, és minden töröl, amire abban a pillanatban úgy gondolja, hogy nincs szükség. Tehát gondoljuk át, hogy mikor, mit és hogyan törlünk. De azt is kell tudni, hogy van visszaállítási lehetőség, de ez esetleges. 50-60%-os valószínűséggel tudod az állományaidat visszaállítani, mert előfordul, hogy most törölted, de utána mégse tudod visszaállítani, régebben törölted a rendszer, bizony azt a szektort, azt a részt, azt a blokkot, amiben bent van, az az állomány fizikailag felülírta, vagy részben felülírta azt a területet, akkor bizony nem fogod tudni visszaállítani. Azaz van lehetőség, és nagyon jó a program, de természetesen esetleges a dolog. Nem kell megijedni, esetleg egy most ebben a pillanatban kitörölt könyvtárat 95-100%-os biztonsággal vissza tudsz állítani, véletlenül nagyon fontos, ha rábögtél. De azt tudnod kell, hogy nem biztos ez a 95-100%, lehet, hogy csak 60%. Azaz az adataidnak a fontos része fog elveszni, ma a Murphy törvénye az, hogy ha két állományt kitörölsz, egyet vissza tudsz állítani, az biztos az, amire kevésbé van szükséged. Legyünk tudatos felhasználók. Oké, nézzük is meg. Van egy olyan program, hogy Test Disk. Ezt fel kell telepíteni természetesen, az összes disztribúcióban bent van, ha pedig nincs, akkor keres rá a interneten és telepíts fel, a honlapjuk szerint, leírtak szerint, hát nem egy nagy dolog, ez egy nagyon jó program. Többet kipróbáltam, talán, hát igazából ez a legjobb, ami jól működik, értelmesen lehet használni, és nem is egy agysebészet, az alap használata. Alaphasználat természetesen nagyon-nagyon sok mindent tud ez a program, én csak az adat visszaállítást nézem meg, ezen kívül nem térek ki különböző egyéb funkciókra. Én azt tanácsolom mindenkinek, hogy jelen pillanatban, amiután megnéztétek ezt a videót, próbáljátok ki legalább 3 állományt, amire nincs szükségetek, töröljetek, majd állítsátok vissza. Utána próbáljátok meg a végleges törlést, a Shred törlést. Van róla cikk, be is fogom a videó alá linkelni,
Bizony, azt is próbáljátok ki, és utána lássátok meg, hogy bizony azt ti nem fogjátok érdemben visszaállítani. Azaz, megint azt mondom, légy tudatos, légy öntevékeny, és egyetlen egy dologra figyelj. Ha valamit kidobsz, törölsz, azt a kukás el fogja vinni. Oké? És hiába futsz utána a kukásautónak, nem biztos, hogy kifogod a kukából, a kukásautóból kuberálni. Ez nagyon-nagyon fontos. A Linux nagyon arra épül, és ez nagyon jó dolog nekünk, hogy tudatos, okos, hozzáértő felhasználók vagyunk, és váljunk azzá is. Oké, a beszédből ennyi, nézzünk egy próbát, egy tesztelést, hogy hogyan is működik ez a dolog. Nyitunk egy terminált, utána beütjük, hogy testdisk, enterezzük, és a kreátra ütünk. Ennyi. Megadjuk a saját jelszavunkat, mármint az emelt jogot beszerezzük. Figyeljünk, ennek van egy későbbiekben nagyon fontos hátránya, előnye, vagy legalábbis tulajdonsága, hogy emelt joggal dolgozunk. Megkeressük azt a lemezt, amiről mi menteni szeretnénk. Mi tudjuk, hogy melyik lemezen mi van, és bizony, hogy onnan mit fogunk visszaállítani, azaz nem össze-vissza nyomkodunk, mert elmegy egy csomó idő, jaj, ezt is vissza kéne állítani, jaj, erre is szükség van. Nem. Céltudatosan kiválasztjuk azt a lemezt, amire szükségünk van. Én a dokumentum lemezemet választottam ki, mert azon sok minden van törölve, és be tudom mutatni, hogy bizony Isten, hát bizony, valamit nem lehet, és már előre tudva levőleg nem lehet visszaállítani. Ráütünk, megnézzük a partíciókat, elfogadjuk, amit felismer, általában jól ismerte föl, és azzal nincs gond. Analizálni nem szeretnénk, hanem a fájrendszer utasításokat az Advanced kiválasztásával fogjuk megtenni. Látható millió egyféle megoldás van, és azért van ilyen, hogy delete, jó? És olvassuk el, hogy ott aztán ő delete-álja az összes-összes adatot, és ő véglegesen ki fogja nyírni, tehát erre is alkalmatos, de nem kéne ezt használni jelen pillanatban, hanem a fájrendszer utasításokat szeretnénk elvégezni, leenterezzük, és hát nem a szuperblokkot fogjuk megnézni, tehát azokat a blokkokat, amelyeket itt ki tudna listázni, jó hosszú idő, ne killodjunk vele, hanem mit teszünk? A listázást. Kilistázzuk az összes fájt, törölt fájt, meglévő fájt, egyebet az adott könyvtárba, az adott lemezen, és ki van listázva, látható, kilistázza a könyvtár szerkezetet, itt vannak a könyvtárak is természetesen, illetve itt vannak a törölt fájlok is. Mi a törölt fájl, ami piros? Azonnal láthatjuk, hogy van ilyen, hogy lock, törlés és ODP, akármi, itt látható egy nulla. Na hát ezt nem fogod tudni te visszaállítani, hanem csak azokat tudod visszaállítani, aminek van mérete, keresünk is olyat, aminek van mérete, és legyen a PAMACS ODT-nek a visszaállítása. Jaj, Szent Isten, megértem ezt a cikket a PAMACS-ról, vagy egyéb témában, és utána valami hülyeség miatt kitöröltem, rámész, odamész, és utána megnyomod, na mit nyomunk meg? A kettős pontot, oké? Elég hülye megoldás, szerintem sokkal logikusabb lett volna, a Space-hez rendelik ezt a dolgot, de legalább odafigyelsz, megnyomod, megzöldült. Ő megzöldült, és visszaállíthatóvá vált. Egymás után több doksit állományt is ki tudsz jelölni, ugyanúgy odamész, kettős pont és kijelölöd. Én ezt az egyet fogom visszaállítani. Hogyan történik a visszaállítás? Kimásoljuk az adott fájt és beillesszük egy könyvtárba. Ennyire egyszerű a feladat. Azaz egy másolásos feladatot fogunk végrehajtani. A másolást kettőféleképpen tudod megoldani, illetve két gondolatot kell hozzá tudni. A kis C a kijelölt fájt fogja neked másolni, ahol a kurzor van, amit így mozgatsz leföl billentyűvel. A nagy C a kijelölt fájlokat fogja másolni. Erre érdemes figyelni, oké? Okay? Tehát, hogyha véletlenül így nézegeted, és utána a kis C-t ütöd, akkor a nagy Ilona egy JPG-t fogja neked menteni, vagy megpróbálni visszaállítani, hiába van
a pamacs ODT kijelölve. Oksi, a nagy C az, aminek neked jelen pillanatban funkciója van, azaz kijelölöd az összeset, és Shift és C. Oppa, eltűnt az egész. Megkérdezi, hogy hát te hova szeretnéd őt menteni. Én úgy gondolom, hogy az erre rendelt munkakönyvtáromba legyen belerakosgatva. Ez egy olyan könyvtár, amivel munkákat végzek, tehát itt mindig megtalálok mindent. És rákattintunk, és utána annyit teszünk, hogy hát C gombot újra megnyomjuk. És mit ért ki? Copy done. 1. Oké, 0 hiba. Oké, végeztünk is, a keresgélést folytathatod, vagy utána mást is csinálsz, tehát nem muszáj egyet másolsz, lementesz, aztán örülsz felkiáltású dolgot tenni, hanem egymás után több állomány, több könyvtárból is tudsz mentegetni, de hát mivel mi egyet szerettünk volna, és az okéval végződött, ráütünk a Q-ra, kilépünk, rendesen lépünk ki, erre nagyon-nagyon figyelj, normálisan próbálkozzál kilépni, azaz nem bezárod a terminált félúton, mert munkaállományok maradhatnak. Az, amit ő létrehoz saját magának, logok meg egyebek, rendesen, normálisan lépünk ki minden programból, nem bevágjuk az ajtót, azaz nem annyit teszünk, hogy lezárjuk a terminált, becsukjuk és utána örülünk, hogy ő eltűnt a program. Lehet, hogy háttérbe fut, lehet, hogy munkaállományok maradnak, tartsuk be a tudatos felhasználói elvet, normálisan lépünk be egy programba, normálisan lépünk ki egy programból, nem kavarunk össze-vissza mindenféle butaságot, mert azutána fölös állományokat hagy, esetleg olyanokat, amiket később beolvas, nem úgy működik, azaz legyünk felnőttek, elindítok egy fájkezelőt, és bemegyek, a melyik könyvtárba is megyek be, a munka könyvtáramba, a munkalemezemre lépek, megkeresem, itt van a munkalemez, és ott van a pamacs ODT, rákattintva meg fogja nekünk nyitni, és megnyitotta. Ez egy szöveg volt egy videómhoz, lényegtelen, totál mindegy. Oppá, a dokumentum csak olvasható. Itt valami bibircsók van, mi az, hogy csak olvasható? Attól, hogy én tegnap szerkesztettem, letöröltem, ma visszaállítottam, attól mi az összért akarja ő elmondani nekem, az, hogy én csak olvasható. Hát az előbb említettem azt, hogy mi sudók voltunk, azaz rendszer gazdaként állítottuk vissza az állományt. Itt ki kell térni arra, ha nincs sudó jogod, akkor bizony nem fogod tudni a testdisket használni, hanem oda kell menni a rendszergazdához, és konyizni, hogy csinálja meg helyetted. Ő meg esetleg azt mondja, hogy tanulj meg törölgetni, esetleg azt mondja, hogy ej, igazából nem fogom megcsinálni, mert nem a munkaköré kötelességem, mert te hüle voltál, kitörölted. De hogyha saját gépeden dolgozol, ilyen probléma természetesen nincs, inkább rendszerben, vállalati szinten jelenthet gondot a fölös törölgetés és a rendszer gazdának a felkeresése. Oksé, mi itt a probléma? Természetesen itt valami gubanc lehet a jogokkal. Nézzük meg, milyen jogokat adott ennek a fájnak a testdisk, amikor mi sudóként dolgoztunk, rendszergazdaként, rámegyünk, az egyszerűség kedvéért így nézzük meg, jogok, és látható a tulajdonos a root, a csoport a root, azaz a emelt jogú felhasználó, azaz nem elegendő visszameneteni, visszatenni a fájt, újra használhatóvá is kell tenni, azaz érdemes, miután a fájlok előkerültek, és örültünk neki, hogy működik, és ott van bent a információ, megadni saját magunknak azt a jogot, hogy bizony-bizony jó lenne, hogyha mi is tudnánk használni, de hát ezt nem fogom elmondani, hogyan kell, hanem nézze meg, aki nem tudja, azt a videót, ami a jogosultságokról szól, mert az is egy nagyon fontos dolog. Látható, nem csak arról van szó, hogy ki mihez fér hozzá, kinek adsz jogot egy jogosultságnál, hanem egy esetleges egy ilyen visszaállításnál bizony arra is figyelni kell, hogy utána automatikusan, azonnal adjál a saját csoportodnak, saját magadnak, akárkinek jogot arra, hogy ő írja,
futtassa, vagy hát természetesen azokat a feladatokat ellássa, amikre hát neki ottan szüksége van. Azaz a visszaállítás nem csak abból áll, hogy visszaállítjuk, hanem használhatóvá, azaz jogosultá tesszük magunkat ahhoz, hogy hozzáférjünk, de hát ez egy már ismert téma, a jogoknak az elosztása, illetve a jogok megváltoztatása. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Nagyon-nagyon felhívom mindenkinek a figyelmét, és elismétlem, amit eddig mondtam, a törlés legyen végleges törlés. A törlés legyen tudatos munka, és utána nincs olyan probléma, hogy hát bizony kitörölted, ó, hát tudom, a teszdészt kell vissza lehet állítani, ó, hát majd, hogyha valamikor kő, akkor majd én vissza fogom állítani, mert én vagyok a nagy hacker gyerek, és vissza tudom állítani az állományt. Aha, esetleg közben egy szükebbre szabott merevlemezen adott tárolón többször felül fogja írni, akkor nem fog előkerülni, és ott nézegetheted azt a szép kis nullát, amit én mutattam, hogy azokat bizony már nem lehet visszaállítani. Tehát legyünk tudatos felhasználók, és nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok, és jó adatvisszaállítást, illetve azt mondom, jó gyakorlást kívánok, hogy soha ne legyen erre szükségetek. Sziasztok, sziasztok!